Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik velem vannak. Fifika, azaz Ficsor Zoltán. És Bikó Krisztián. Sziasztok. 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 Kezdjük rögtön helyesbítéssel. Ó. Oh. Mert hogy volt egy hatos számú párásító adás, ahol beszélgettünk a Long Beach-en történt eseményekről, illetve megemlítettük, hogy betiltották az e-cigarettárusító helyeket is. TB Kartárs, nagyon helyesen, ám de a tőle megszokott stílusban jelezte, hogy hát azért ez nem teljesen így van, és mondjuk igaza is van. Nem az árusító helyeket, hanem az e-cigaretta boltokban gőzölését tiltották be. Köszönjük az észrevételt. Helyesbítés vége. És akkor itt jön a legelső pont, amit Krisztián tetettél be, azt hiszem, a filmajánló, mert hogy még ilyen sem volt. Igen. Vadi új feature, tadám, filmajánló. Múlt héten volt szerencsém megtekinteni a magyar címe, Mielőtt meghaltam, eredeti címe Dallas Buyers Club című filmet a moziban. És nagyon szíven ütött, miközben néztem a történetben föllelhető párhuzam a mostani ecigis helyzettel. A film alapvetően anélkül, hogy nagyon spoilereznék, arról szól, hogy a 80-as, 90-es években, amikor tetőfokára hágott az AIDS hisztéria, egy dallasi úriember elkapja a betegséget, és megpróbál megfelelő gyógyszeres kezeléshez jutni, ami akkoriban nem annyira ment, mert az FDA, a Food and Drug Administration, az amerikai GMC, az ugye hatósághoz megfelelően nagyon-nagyon lassan reagál mindenre. És hát ennek az úriembernek a szélmalom harcáról szól ez a film, és hogy hogyan próbálja kihasználni a kiskapukat, hogy mégis ő és a rászorulók hozzájuthassanak a megfelelő gyógyszerekhez, amik még nem lettek engedélyezve az Egyesült Államokban. És maga ez a szélharomharc nagyon-nagyon párhuzamszagú, meg a végén hangzik el a filmben egy olyan mondat, ami szintén nagyon-nagyon szíven ütött, amikor azzal vádolja meg a főszereplő úriember az amerikai GMC-t, hogy direkt akadályozzák az embereknek a gyógyszerhez való hozzájutását, és hogy a saját problémájukat megoldják, mert hogy igazából ők úgy gondolják, hogy nekik kell megtalálniuk a problémát, vagy a megoldást az emberek problémájára, és most hirtelen betoltak, hogy az emberek őket megkerülve megtalálták a maguk is megoldását, és ezt már pedig el kell taposni. Úgyhogy így, hogyha valaki moziba járó alkat, akkor menjen el és nézze meg. Nem egy vidám film, de nem ezt is akartam kérdezni, hogy a végén ilyen olyan hangulatba került, hogy fölpattintod az ereidet, vagy? Nem happy endes film, de nem is az a nagyon földbe döngölő. Ez mi volt egyébként, életrajzi, vagy dráma, vagy? Ez egy, nem tudnék pontos definíciót ez mondani. Ez inkább dráma. Dráma, de hogy hívják, valós eseményeken alapuló filmdráma. Tehát akkor életrajzi dráma. Nevezhetjük annak is. Muzsi. Kvázi. És a Matthew miatt is érdemes megnézni, mert szerintem mióta leakadt a reszkesetek betörőkről, azóta egyre jobb. Igen, rendkívül jó. Matthew McConaughey. Egészen csodálatosat játszik. Igen. Tehát ő, ahogy szintén az a típus, ahogy idősödik, úgy egyre jobb lesz. Az Oscar díjas Matthew egyébként, ugye, most már. Igen. Vagy legalábbis jelölve volt, tegyük hozzá, hogy vagy legalábbis jelölve volt, és akkor nem kellett vele teljesíteni. Jelölve biztos. Szóval egy jó kis film, érdemes megnézni. Na kíváncsi leszek, majd nem tudod, melyik moziba játszak, MKV-ba, majd onnan betölteném. Nem, csak vicceltem. Mielőtt valaki megjegyzi. Vénusz projekt. Hát ezt ugye én linkeltem be, de annak ellenére, hogy a Vénusz projekt egyébként egy hihetetlenül jó dolog, és mindenkinek ajánlom majd a podcast linkjei között valószínűleg
be fogjuk tenni a Venus projekt linkjét is. Inkább annak kapcsán tettem ezt ide be, hogy beszélgessünk egy picit arról, hogy milyen lehet az e-cigaretta jövője, vagy legalábbis mi mit szeretnénk az e-cigaretta jövőjével kapcsolatban, egy picit ilyen futurológiai megközelítésben próbáljuk ezt meg földolgozni. Annál is inkább, mert ahogy a mostani trendeket nézzük, ugye a 20-30 után jön majd a 40-50, és itt, ha jól gondolom, akkor a wattokra gondolok. Ezt majd, hogyha ennek vége van, kérd tőlem, légy szíves, csak ennyit mondja, hogy 40 watt rip, és mondom, hogy mi a helyzet. Rendben. De hát most kifejtheted egyébként. Ja, jó. Tehát aki örült ennek, hogy Hozsánna testvér és 30 wattos DNA, hát ripnek ez is kevés, és nem is tudom, mi volt a videó subjectje, de megint valami elcseszett tekerést csinált, és utána elkezdte próbálgatni. Ő mondjuk inkább végés, tehát 100% végéket szív az az Isten átka, de ettől függetlenül kihajtott a 30 watton a DNA-t, és mondta, hogy jó, valami még hiányzik, nem az igazi, nézzük meg egy másik módon, és akkor alárakta ezt a GI2-est, ami ugye 100 wattig el lehet pödörni lazán, és egy hatalmas hallelujával azt mondta, hogy 40 watton megjött, amit kerestem. Tehát lehet azért itt még, és ami ezelőtt egy évvel még elképzelhetetlennek tűnt, az lehet, hogy már egy év múlva teljesen hétköznapi és mainstream lesz, hogy 40 watton szívtam a málnát, vagy akármit, vagy azt mondod, hogy az ágyasnak 50 watt az ideális, és ott hozza ki azokat az ízeket ott a szájpadlásodon hátul, hogy én azon javaslom, hogy használd. Minden esetre igen, most már a szobát is bevilágító izzók világában és teljesítmény szintjén vagyunk, ami valahol azért kicsit fura lehet, hogy hát ilyen is van, is valakinek ez a normális. Szóval, ha így a tendenciát nézzük, akkor ugye kezdtünk valahol egy ilyen 120-150 milliamper környékén egy akkumulátorra annak idején. Amit már azért így már kimondani is, nem is tudom, tehát így vicces, hogy ekkora készülékek voltak. És lassan beteljesedik egyébként majd az a jövő is, amit nem tudom mennyire emlékeztek az akkori leírásokra. Tehát én nekem ez úgy megmaradt, hogy atomizátor, és akkor a nekem ezen agyalta meg egész éjszaka, hogy úristen, mi történhet ott, érted, hogy ott ilyen mikropumpák porlasztanak be kötkamrába, és akkor az az atomizátor, és akkor úgy lesz ebből, és hogy ez ultrahang, és nem tudom én még mi, és úristen, és azért ilyen büdös drága egy ilyen cigarettányi készülék. Hát ehhez képest aztán ugye... Ez egy rendkívül megtévesztő név egyébként, mert nagyon szofisztikáltan hangzik, hogy atomizátor, de angolban ez mezei porlasztót jelent, és a parfümpumpát is atomizátornak hívják. Igen, ez a baj, hogy mindent megpróbálunk magyarosítani, és az atomizerből lett ez az atomizátor. Igen, de nem is ez volt gyakorlatilag a célom a Venus projekt, ugye aki nem ismeri, annak egy pár szót elmondanám, tehát a Venus projekt az gyakorlatilag egy ilyen kommunából nőtte ki magát. Mára már egy elég idős úriember a Fresco, aki fémjelzi ezt az egész történetet. Gyakorlatilag ő egy új kommunista világeszmét próbál megterjeszteni. Képzeljünk el egy görög rabszolgatartó társadalmat, egy jóléti görög rabszolgatartó társadalmat, ahol a rabszolgák a gépek. Tehát nyilvánvalóan az embernek a jólétét valahogyan biztosítani kell, és ő azt mondja, hogy a technika és a robotika már jutott arra a szintre, ahol kiszolgálhatnak minket a gépek. Nincs pénz ebben a projektben, ez nekem rettentően szimpatikus. Ezzel megszűnik egy halom probléma, például a bíróságoknak csak negyen annyi munkája
lesz, mert nincs ilyen, hogy vagyon elleni bűncselekmény. Tehát sem lopás, sem zsarol, nincs pénz, tehát nincs miért. A piros homokozóvödre mindenkinek lehet. Annyit veszel el ebben a projektben az erőforrásokból, amennyire szükséged van. És nem többet. Nagyon érdekes, nagyon jövőbe mutató, tehát érdemes mindenféleképpen rászentelni azt a pár percet, amíg a film elmagyarázza, hogy miről is szól ez az egész. De ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy vajon mi mint e-cigaretta, mint technológia hova tartunk? Tehát, hogy 10 év múlva vajon hol fog tartani az egész e-cigaretta dolog, mekkora lesz ennek a tábora, milyen eszközöket vizionálhatunk 10 év múlva. Valószínű, és akkor most egy picit így gondolatébresztőnek, valószínű, hogy az akkumulátorok oda fognak fejlődni, hogy 10 év múlva lehet, hogy ott fogunk tartani, ahol kezdtük, csak nem 150 milliamperrel, hanem 30, 40, 50 wattokat fognak tudni a cigaretta formájú automata készülékek, és ezt a kazánok is le tudják majd adni például. Hát amit emlékszel, hogy valamelyik előző podcastben mondtad, hogy a Hangoutba betévett egy amerikai hazánk fia, akinek pont így ez van. Volt a hiánya, hogy de jó így lenne van. Egy ilyen szájban lógatható. Tehát igen, ez ugyanaz analógiája tekintve, mint a mobiltelefonok érájában, hogy ott is azt várjuk az áttörést az akkumulátoroktól, most nagyon más nem lehet. Igen, azt várjuk, hogy... Vagyok, én azt mondom, hogy van már olyan kísérleti technológia, ami nem ezekkel a hagyományos kémiai komponensekkel dolgozik, és nagyon jó eredményeket értek el vele, hogy igazából, ahogy mondtam, tehát mint a telefonnál, ott is most nagyon e felé lehet csak fejleszteni igazából, órajeleket emelni a technológiával bárki tud, és majd mikor elérjük, hogy nem csak egy napig tudjuk használni, mondjuk akkor most a telefon mondjuk, hanem elektromos cigit, és a méret is olyan kicsi lesz. Én azt mondom egyébként, szerintem tök érdekes lenne, ugye beszéltünk múltkor is, tök jó, hogy így gyarapodik a tudásbázisunk, és vissza tudunk nyúlni. Beszéltünk múltkor, volt ez a infografika, hogy az e-cigaretta honnan indult, és most hol tart. Tök érdekes lehetne egy ilyen víziót, hogy most hol tart, és vajon mondjuk a technológia hova fog fejlődni mondjuk 10-20-50 év múlva, vagy ez az egész iparág hova fog fejlődni, érdekes lehetne ezt így, hogy ki hogy látja és hogy gondolja tovább ezt a timeline-on. Szerintetek egyébként eljöhet egy olyan jövő, amikor már hagyományos dohánytermék nem lesz? Én inkább ebbe a felébe hiszek, szóval a technikai oldalával kapcsolatban én nagyon szkeptikus vagyok, mert nekem stagnálni látszik ez az egész akkumulátorvonal, de legyen igaz a Charlie, hogy valami alternatív megoldást kitalálnak. És az igazság, hogyha ha nem csak a telefonba gondolkozunk, akkor nézzük például, most jött ki az új Tesla modell autó, és ott is, illetve a zöld energiánál is, hogyha az autókra vetítjük, ott is a szűk keresztmetszet mindig a kapacitásnak a tárolása és igen, a töltése. Igen, de egy autóban viszonylag sok hely van egy akkumulátor. Viszonylag sok hely van, viszont ott is ez a probléma, hogy a sok helyből sokat elvesz az energiahordozás, és borzasztó súlyokról beszélünk most. Egy autónál 200-300 kg, és ez a padlólemezben. És sérülékeny, és nehézkes a töltése, és de például azt a technológiát el tudnánk érni, mondjuk mint ott, hogy egy gyors töltési ciklus nálunk is mondjuk nem egy éjszakát töltöd az aksit, hanem van olyan töltőd, és van olyan technológiájú aksit például, ami nem halálozik el mondjuk 8-10-20 ilyen töltéstől, és tehát üzemi szinten bírja ezt, akkor az tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen boost funkciót, hogy azt mondod, hogy most sietek, és 10 perc múlva legyen feltöltve 80%-ra mondjuk nekem az aksim, mert rohanok. Tehát ez hát, biztos, hogy nem fog megállni. A másik dolog, amin így elgondolkodtam, az az integráció, hogy
hogy mondjuk van egy okos órád, amiben integrálva van a maga, mit tudom én, a telefon, de integrálva van az e-cigid is benne, és mondjuk beállítod, hogy most éppen a hány vatton akarod szívni az e-cigarettát, úgyhogy elő se vetted. Vagy lezárod a zsebedben lévő cigarettát, vagy lehet, hogy a telefonodra tekered fel a kazánodat, ugye erre már volt példa. Tehát, hát, vagy... mondjad. Ne, hát számtalan olyan ötlet van. Egyébként, ha valakinek van valami ötlete ezzel kapcsolatban, azt nagyon szívesen veszük a hozzászólásokban, mert óriási ötletek lehetnek még szerte szét a fejekben. Az például tök menő lenne, hogyha fejlődne az a vonal, amit még, ha már Tesla neve említésre került, ugye Tesla nagyon sokat foglalkozott a drót nélküli áram átvitellel, és hogy ez ügyben pár éve voltak kísérletek, és hogyha ezt mondjuk ilyen háztartási szintre meg lehetne csinálni, és zárt térben, otthon lehetnének olyan e-cigik, amik igazándiból csak szippantják a levegőn keresztül magukba az elektromosságot, és nem is kell bele akkumulátor, csak valami kis átalakító történet. Hát az az igazság, hogy tehát akkumulátor azért mindenféleképpen kell, viszont ezek a vezeték nélküli töltők azért már jelen vannak, és nem csak az FT-n, mert most például nézegettem, egyre több ilyen vezeték nélküli töltőt látok, de például ugye visszatérve a telefónia világára, például a Nokia is forgalmaz ilyen telefont, ami ergo csak ráhelyezed egy sose jön rá a magyar szó a számra, egy lapra ráhelyezedés, és egy induktivitás segítségével. Igen, a Nokia-nak ez egy ilyen párnája. Igen. Amire vagy helyezi. Talán a Samsungnak is van most már ilyenje, nem tudom, de jó pofa történet, hogy gyakorlatilag ez ilyen kvázi vezeték nélküliség, mert hát hiszen be kell dugnod azt a vezeték nélküli állványt, vagy lapot a 220-ba, hogy hát valamiből ki kell venni az oxigént. Még, igen. De arra helyezed rá, és gyakorlatilag ilyen over the air tölti a dolgot, vagy hát ne menjünk messzire, hát az elektromos fogkefék is így működnek nagy részt. Vagy például lehet-e akár az e-cigarettád egyfajta ilyen egészségügyi központ? Hogy fogod a kezedbe, ugye akkor már tud véroxigént mérni, pulzus számot mérni, visszafújod a levegőt. Ez múltkor akkor... szóba került, hogy vagy nem veled kapcsolatban, hanem azt kérdezem, akkor várja más, hogy véroxigént hogy mérsz szúrás nélkül? Pulzoximéternek hívják az eszközt, és az ujjadra csippentik. Igen. És az egy infra... átvezetés gyakorlatilag az ujjadon. Ami, hát most én pontosan meg nem mondom neked, hogy milyen összetételt tudnak ezzel mérni, de mindenkinek üzenem, aki aggodalmaskodik, hogyha ébren vagy, akkor 98-ot szaturálsz. Tehát azért ez akkor érdekes, hogyha mondjuk egy éjszakán keresztül van az ujjadon, és éjszaka, amikor alszol, akkor esik a véroxigén szinted. De ha ébren vagy és veszed a levegőt, akkor egy normál esetben a szaturációd az teljesen normális. Tehát ez csak mint így ilyen érdekességet mondta. Ja, igen, tehát tehát a kérdésedre a válasz, hogy az ujjak két oldalán van az érzékelő. Az egyik oldalon világít, a másik oldalon meg mér. Gyakorlatilag. Én ilyennel dolgoztam. Jó pofa. Hát akkor most jönnének majd a világítós marok modok. Olyan lenné, mint az IT, csak nem az ujjad hegye világít, hanem az egész tenyered, mert átvilágítaná és megalapítaná. Ugye az az ötletem, hogy a drip tipbe építsük be magát az érzékelőt, tehát amikor a szádba veszed, akkor izzítson. Hát ez mondjuk már teljesen normális dolog lesz a jövőben. Menő. De igazából én hogy hívjákra akartam válaszolni, csak aztán elkalandoztunk továbbra is a technika oldalára, a szociális jövőképbe, amit kérdeztél,
hogy nekem meggyőződésem, hogy egy 10 év múlva nagyjából a mostani dohányosok fele az elcigizni fog. Mert minden, a másik fele már nem fog élni. Nem, úgy a másik, hát 20 év múlva valószínűleg kisepri az egész. Tehát vannak ilyen előrevetítések, hogy 20 év alatt lecserélheti a dohányzást kompletten, és én ebben nagyon szeretek hinni, mert nagyon működik, meg azt látom igazából, hogy most még ebben a teljesen áldatlan állapotokban is, hogy nem lehet itthon normálisan nikotinos levest kapni, is térnek meg emberek. Tehát, hogy így dohányosok hosszú évtizedek óta dohányoznak, és látják így az ismeretségi körben, hogy másoknak megy ez az elcigizés, és vannak, akik ilyen későn érő típusok, hogy nem a korai résztvevői egy folyamatnak, hanem elüldögélnek, és aztán 2-3 évet beletelik, mire rájönnek, hogy lehet, hogy mégsem olyan hülyeség ez a történet. És én ezt látom, hogy megy, továbbra is megy ez a konvertálódás. Egyébként én azt gondolom, hogy tehát biztos, hogy ez lesz, tehát a hagyományos dohány, tehát analóg dohányról, ugye ha azt csak abba belegondolunk, hogy hány olyan forgalmazó van, vagy olyan gyártó és üzem, akit mondjuk felvásárolt egy dohányipari koncern, vagy megvásárolta egy dohányipari koncern a technológiát, vagy csak a knowledge base-t, vagy saját maguk elkezdik a nulláról. Ők is rájöttek, hogy húzóipar lehet ez. És szerintem, hogyha ők ezt behúzzák, akkor már nem lesz ilyen nehéz. Tehát azért nekik lesz a lobby erejük. Az is érdekes lehet, mint jövőkép egyébként, és ezt mindenféleképpen érdemes már most megemlíteni, majd 10 év múlva tudjunk rá hivatkozni, hogy ha a dohány... A 8000. epizódban. Igen, a 8000. epizódban, de bezzeg mi a 8. már erről beszéltünk, hogyha a gyógyszergyárak beszállnak ebbe a bizniszbe, én azt is vizionálni tudom, hogy 10 év múlva mondjuk, ha meg vagy fázva, akkor veszel egy gyógylikvidet, ami erre teljesen jó lesz, hogy mit tudom én, oldja a nyákot. Elmentél egy jó 20 másodpercre, elment a hangod. Nekem nem ment el, hallottam. Akkor jó, akkor valami tényleg nálad volt. Oldja a nyákot, vagy kitisztítja a hörgőidet, stb. Tehát olyan anyagokat lehet bejuttatni a vépeléssel a szervezetbe, amik a fizikai egyéb erőlétedet földobják. Ugye van már most is olyan likvid, amiben különböző ajzószerek vannak, például koffein. Egyébként, hogy erre visszafűzzek, most annyi gondolat jár a fejemben. Pont tegnap beszéltem Skype-on a Mystic Petiékkel, és szóba került az is, amiről az előző adásban beszéltünk, tehát ez a mondjad már, mindenféle gyógynövényes likvid történet, és akkor mi volt az a lilás színű szárított virág, ami a Balatonkör... Még egyszer? Levendula. Levendula, igen, köszönöm, hogy én ezt a szárított levendulát dobtam föl neki ötletként, és ő még nem hallgatta a podcastet. Azonnal lecsapta. És ő ugye hatalmas hiba, nem hallgatta a podcastet, de ő rögtön vágott vissza. Mi lenne egy ilyen kamillás történettel? Na mondom, ez remek, hiszen ezt te pont említetted múltkor, hogy ugye aztán jött a vitaminos irány, amiről megint beszéltünk, de hát pont arra jutottunk tegnapi beszélgetésben is, hogy hát ez hőhatására hello vitamin. Úgyhogy jó az, hogyha nem csak egy-két ember ötletel ilyeneken. A hideg vépelésnek lehet szerintem a... Tehát, hogyha van forró gőz, akkor előbb-utóbb pont a futurológiával kapcsolatban lehet erről beszélgetni, hogy előbb-utóbb lehet, hogy megjelennek az ilyen piezoelektromos pumpák. Ezek az ultrahangos párásítók, mondjuk? Akár, így van, és azok hideg gőzt tudnak előállítani. Ott már például a vitaminos likvid az teljesen vizionálható lehet, illetve a vépelésnek ilyen kultúrája mellett azért nagyon sok mindent lehet majd
bevinni a szervezetbe, ami jó dolog. Tehát nem vizionálnék ennek egy ilyen sötét jövőt, tehát nem a bunker irányába fog ez elmenni. Azok a biotechnológiai cégek, meg olyan gyógyszergyártók, akik ebben majd üzletet látnak, azok valószínűleg ezeket meg fogják előbb-utóbb valósítani. És hát az lesz, amit a Krisztián mond, hogy el fognak fogyni előbb-utóbb a dohányosok. A hagyományos. Igen, ezt is akartam mondani, jó, hogy mondtad is a dohányosokat, mert pont tegnap került szóba, hogy valahogy fölmentünk a munkahelyemen a tetőre dohányozni a kollégámmal, és néha úgy megkérdezem, hogy nem gondolkoztál azon, hogy leszokjál megint a dohányzásról? Akarsz szívni? Mindig ezzel jövök neki, hogy tudod, nem akarsz megint leszokni, és mondja, hogy de, és nem tudom, már mondott valami gyógyszert, amivel az egyik kollégánk épp egy pár hete leszokott, és azt mondja nekem, hogy múltkor is azzal szoktam le. És ránéztem, hogy de ugye látod, hogy valami hiba van az egyenletben, hiszen a kezedben megint cigaretta van, tehát valami nem volt jó. És ez lenne tök jó, hogyha föl lehetne állítani vagy írni egy képletet, amit nagyon sokszor elmondtunk, és ezt is mondtam neki, hogy lehet, hogy meg kéne megint próbálnod, mert én tőle kaptam kölcsön először egyébként az első egós, kerámiás kis nem tudom én milyen kazányát, amíg nekem nem jött meg a sajátom, mert neki nem jött be. Tehát mondtam neki, hogy lehet, hogy most meg kéne próbálnod egy más aspektusból megközelíteni, mert valami nem volt jó az elején neked. Nem volt erős a nikotin, vagy nem volt jó a kazánod, nem volt olyan TH-s a történet, mint amit megszoktál a barna szofinál mondjuk, és ezért nem jött neked az az élmény, ezért váltottál vissza. És a másik kollega például egész addig szívta reggelenként a kávéjához a cigit, például amíg egy ilyen kis egós aksia volt, és utána egy pici lépés, váltott spinnerre, és azzal, hogy ő be tudta állítani a megfelelő feszültséget, amitől egy picit TH-sra, picit erősebb volt neki a történet, ezt már is el tudta hagyni, tehát neki ez volt az a hiányzó lépcsőfok. Tehát, na, ezzel arra akartam kiukadni, hogy meg kéne találni mindenkinek azt, ami neki jó és kielégíti, és akkor nem lenne hiányérzet, és nem jutnánk el ide a beszélgetésben, hogy múltkor is azzal szoktam le. Szoktam hát le. Tök jó, igen. Tehát múltkor is azzal szoktam le egy hétre, na, érted? De ez, ami egyébként erőssége az e-ciginek, ez egyben hátránya is, mert most érted, egy friss kíváncsiskodó dohányos, aki meg akarja ezt nézni, nehéz meggyőzni arról, hogy figyelj, próbálj ki 15 féle kombinációt, hogy valamelyik be fog jönni. Márpedig egyébként tényleg ez az erőssége, hogy irdatlanul széles skálán mozog a gőzélmény, és mindenki megtalálja a magának való kombinációt, csak kérdés, hogy van elég türelme, hogy ezt hát erre lenne jó fölállít. Ugye ez kicsit ez a manuál mátrix, hogy mikor a fórumban kérdezik, hogy mennyit szívsz, milyen erőset, és ha a mátrixnak ezt a két oldalát kb. Összetudod hozni, akkor talán meg lehet állapítani, hogy mi lenne neked az ideális. De ez tök jó lenne valami exakt módon mérni, vagy elérni, de hát ez meg nehéz, hiszen ez minden is ember más, hogy igen. Ez teljesen zsákba macska. Én ugye fehér szofit szívtam 4 dobozzal, és 18-as, 24-es levesekkel álltam át. Úristen, kukac megy pont. Igen, ez mindig elindul egy picit visszafele a keringésünkben a vér, mikor kiérted ezt a 4 dobozt. 4 doboz, és 8. Ja, de figyelj, hallod, figyelj, fifika. Hogyha kártyáztunk. Fifika mindjárt jön, hogy jaj, hagyjatok, már csak fehér szofi volt. Na, de... Mondani való lényege most nem a 4-ben csúcsosodik ki, hanem abban, hogy én 18-as, 24-es erősségű levesekkel álltam át, zokszó nélkül, és a múltkor egy jó barátom, aki frissen amazsálódott elcigissé, és ő viszont piros malbit szívott,
a végén, és 18-as Liquiddel kezdett el átszokni, és neki, ahogy nekem nem volt erős a 18-24-es a fehér Sofi után, neki a piros Malbi után a 18-as Liquid erős volt. Amitől én többet vártam volna, én azt gondoltam volna, hogy kevés lesz neki a 18-as, de nem. Szóval igazából ahány ember annyiféle. Nehéz egy ilyen mátrixot. Szerintem ez tehát amiről most beszélsz, ez iszonyan függ attól, hogy milyen a torkod állapota. Hát a torkod állapota, lehet, meg a szívásod technikája. Lehet, hát, hogy... A kazán, igaz, nagyon hát, sok minden nem múlik. Így van, de hogyha szét van már bagózva a torkod, akkor lehet, hogy a gyöngébb likvid is pontosan elég lesz a torkodnak, és nem kell. Én már nagyon sokszor a hatos likvidből vettem vissza, már az is erős volt, aztán már a háromas is, és most már nullás az, ami én azt mondom, hogy ezt egész nap tudom szívni, mert abszolút nem piszkálja a torkomat. De ha most rámegyek egy háromas likvidre, akkor egy fél óra után érzem, hogy már szétbagózott torkom van tőle. Egyébként ez az, amiről a kollégával is beszéltünk, hogy nehéz azért felállítani úgy a képletet, pont azért, mert sok az ismeretlen az egyenletben, hogy ami mondjuk ezelőtt két évvel egy Novában kiadta neked a 12 mg-os levessel azt a torokhatást, az most egy prémiumabb RBA kazánnal, az már sehol nem lenne. Tehát tényleg azt én is érezném, éreztem is, és akkor mentem lejjebb, aztán így hullámoztam oda-vissza 9-6-12 környékén, hogy oda sok. Ez a too much érzés, hogy fú, ebből már hármat slukoltam, és sok lesz, vissza kell venni az erősségből. Vagy máshogy kell tekerni, vagy más kazán. Tehát ez a nehézség is benne egyúttal, hogy nem tudod azt mondani az embernek, hogy neked már pedig ez jó lesz, mert a kis kínai nem úgy rakja össze, vagy más a likvid, vagy más a kazán, és már nem azt adja, aztán lehet, hogy pont a sikerélmény fog neki hiányozni. Vagy ritkább a tekerés, vagy sűrűbb. Hát, ugye? Vagy ugye a tekerő nem olyan hatszögletű, hanem mondjuk hétszögletű, és akkor már más a tekerése, igen. Mindjárt más, és hogy így a szép jövőről beszéltünk, és hogy már nem lesz dohány, hát ezt kérem szépen, a norvégok már megtették. Egy perces néma csend felállás, mondjad, Fifika. Tehát az történt Norvégiában, és ezt a Vaper Zsiráf nevű blog közölte le, hogy Erna Solberg, norvég kormánytag bejelentette a dohánytermékekre a teljes tilalmat. Mindenhol január 1-től csak elektronikus cigarettát lehet Norvégiában használni. Embargó? Január 1? Embargó, január 1, így van a norvég üzletekben. 2015. január 1-től csak bizony elektronikus cigarettát lehet majd kapni. Szó szerint ezt mondta, hogy azt szeretnénk, hogy Norvégia legyen az első olyan ország, amely mindenféle hagyományos dohányterméktől mentes, és erre a megoldás az elektronikus cigaretta. Wow! Csodálatos. Én csak annyit mondanék, fuck yeah! Mondanánk erre, hogyha ez nem április 1-én jelent volna meg a Vaping Zsiráf blogban. Mi egy picit ilyen offline április 1-ét tartottunk most. Tadam! Remélem azért mindenki átérezte ennek a dolognak a nagyszerűségét. Mi is megtettük. A legjobb április 1-én tréfa volt, de az lett volna a legjobb nyilvánvalóan, hogyha ez nem tréfa. De sajnos a tréfáról, meg a valóságról mindig, most is beraktam egy linket, a fogalmatlanság csimboraszója, az emberi hülyeség ne továbbja, és ez már a fizikai fájdalom szintjét súrolja nekem a VS-nek a cikke, majd berakom én is a show notes-ba, vs.hu, én csak elmondom a címet, és aztán ízlelgessük. Így kaphat mérgezést az e-cigarettától. Innen is csókoltatlak, Víg Dániel. Igen, megtaláltam, most már én is láttam. Nagyon humoros. Elmondanám, hogy ezt az egészét nem is lehet, kevés lenne rá egy műsoridő.
Csak a főcímek. Szaporodó gyermek tragédiák. Cseh és szlovák cégeknek kedvez a hazai szabályozás. Ez mondjuk igaz. Ha már nikotinra éhezünk. Szóval ez már... Pedig a VSHU állítólag nem ilyen újságírással akar érvényesülni, hanem oknyomozás, boncolgatás, tényszerűség. És itt már megint az van, hogy azt érzem, hogy valakinek egy, valakit picsán kéne rugni, kettő, valakinek egyszer tényleg nagyon jól össze kéne szedni, és az ilyeneket így zsigerből így ráválaszolni, csak egy linket, vagy egy hatalmas nagy felkiáltójel, vagy Schaller, én szkorbácsot mondtam volna, de ezt megtette helyettünk egyébként Zaher Gábor, és lehet, hogy azzal kell nyitnunk, amivel ő zárt az utolsó bekezdésben. Hát ugye a Zaher Gábor nagyon-nagyon, hogy is mondjam, kulturáltan válaszolt a föltett kérdésre, hogy mi újság van a nikotinnel, nal, és leírta, hogy szó szerint idézem a cikk végén. Ott ne legyen hosszú, csak ott azután, hogy Zaher Gábor elmondta, szerintem mondan az pont elég. Tapasztalatai szerint ma már viszonylag ritka a klasszikus nikotin túladagolás. A tömény nikotin azonban erős idegméreg, mely lenyelve vagy bőrön át felszívódva már kis mennyiség utáni súlyos egészségügyi rohamokat, hányáshoz és akár halálhoz is vezethet. Magyarországon ezek a mérgezések nem gyakoriak. Időnként azonban az öngyilkosok folyamodnak a nikotin túladagoláshoz, miután az anyagot kiáztatják, vagy kifőzik a dohányból, és megisszák ennek nyomán létrejövő tömény barnás levet. A sodort, gyárilag tekert szívnivalók és az e-cigaretták egészségkárosító hatásairól szólva Zaher Gábor elmondta, hogy az e-cigaretta a legkevésbé egészségkárosító hatású, a kézzel sodort, füstszűrő nélküli változatok pedig a legártalmasabbak. Köszönjük szépen, Gábor, ezúton is csókoltatunk, mindig is adtunk a véleményedre, azt gondolom. De nem szeretnénk vele hajnalban találkozni. Igen, igen, tehát legalábbis az ő ambulanciáján nem szeretnénk találkozni. Szaporodó gyermektragédia. Krisztián, te utána néztél ezeknek a számoknak. Utána néztem ezeknek. Picit a más megvilágításba helyezzük már ezeket. Ez a szokásos, ez a cikk egy pár hete, két hete talán volt a New York Times-nak a cikke, amire hivatkozik ez a cikk is, és ész nélkül átvették az igénytelen zsurnaliszták, és szenzációhajhász szalagcímeket kreáltak belőle, mint ez a cikk is. De említsük meg azt a számot, mert ez nekem ez volt a kedvenc veszőparipám. Ez a 2012-höz képest az USA-ban 300%-kal, álljunk meg egy percre, 300%-kal nőtt az ilyen jellegű balesetek aránya. Tehát jó, helyezzük ezt kontextusba akkor. Mihez képest 300? Azt mondja, hogy az előző esztendőben 1351 e-folyadék mérgezés következett be, ezekből 365 esetben volt szükség sürgősségi kórházi kezelésre. És akkor most Krisztián megnézte nekünk egyébként, mert a históriában még hála Isten benne volt, hogy helyezzük már ezt a helyére, hogy a 365-öt lássuk, hogy miből 365, és hogy ez a 300% ez minek a 300%-a? Na, hát hogy kerek legyen a történet, ugye ennek az egész őrületnek az alapjául szolgáló New York Times-os cikkre érkezett egy válasz az Examineren, ami ízekre szedte azt a cikket. Ez a cikk, ami most a számokkal foglalkozik, szintén az Examinerről származik, és egy másik cikk. Itt azt feszegetik, hogy rögtön meg is találom, hogy a 2012-es statisztikák szerint a 2012-es évben összesen közel 3,5 millió mérgezéses telefonhívásos, na, megint nem tudok beszélni. Szóval az a lényeg, hogy van mérgezéssel egy ilyen... kapcsolatos telefonhívás. Igen. Van Amerikában egy ilyen intézmény, ahova lehet telefonálni, az ilyen 911-hez hasonló történet, ahova a mérgezés esetén
telefonálsz. És az egész évben 3.373.025 darab hívás érkezett, ebből 2,2 millió volt az emberekkel kapcsolatos, 66.400 az állatokkal kapcsolatos, és a 1 millió telefonhívás az kizárólag információ kérésre szolgált. Na de a lényeg, hogy igazándiból ami marad, ez a közel 2,3 millió mérgezéses hívás. Volt összesen, itt egy kicsivel magasabb számokat írnak, 459 elektromos cigarettával és utántöltő folyadékokkal kapcsolatos telefonhívás érkezett. Ebből 447 e-cigivel kapcsolatos és 12 közvetlenül e-liquiddel kapcsolatos. Hogyha az összes számhoz viszonyított arányát nézzük, akkor ez nem éri el az egy ezrelékét sem a mérgezéses telefonhívásoknak. Tehát azt állítani, hogy itt drasztikus mértékben növekedik az e-liquiddel kapcsolatos nikotin mérgezések száma, az legalábbis enyhe túlzás. Akkor ez az ezrelék, ez körülbelül az statisztikai hiba, igen. Igen. Tehát igen, ezt a matek órán azt mondják, hogy 2/10-ig számolj, ott nem is látod. Miközben ugye azt mindenki tudja, hogy senki nem halt meg, mert a cikk ugyan foglalkozik a letális dózissal, csak fogalma nincs arról, hogy a nikotinnak ma már nem az a letális dózisa, mint 300 évvel ezelőtt. Tehát ordas ilyen megközelítésben a történet. Ugye ma már azt mondják, hogy ilyen 7-13 mg per testtömeg kilogramm a halálos adag, bár nikotin mérgezés az USA-ban nem történt, de mondjuk aspirinbe éppen 4700 ember hal meg évente. Ezt az egyik kommentelő írta, Tamás nevű kommentelő, aki nagyon szépen összeszedte ezt a dolgot, és 1500 mg-os túladagolás viszi a pálmát a világon, és ez se lett halálos. De egyébként ez olyan vicces, hogy hát erről szól az újságírás, meg a hírközlő média, hogy mindent hogy lehet bulvárosítani. Tehát ott van, hogy a méregadatbank tapasztalatai azt mutatják, hogy idén a trend gyorsulóban van. Ez is jó. Gyorsul a trend. Elsősorban a 2-4 év alatti gyerekek kerülnek kórházba az e-folyadék mérgezések miatt. Na hát, ennek meg a szüleit vernem azzal a korbáccsal, tehát magyarázd már el nekem, hogy az a gyerek, aki ha fölemeli a karját, sincsen egy méternél magasabb végpontja a kezének, hogy ér el bármit is. Hogy nyitja ki az egyébként, ugye, hogy nyitja ki a gyerekzáras kupakot egyébként, a másik pedig ez a nem az a kérdés, hogy a nikotin koktélok súlyosan megmérgeznek egy kis gyereket, aki ebbe belehalhat. A kérdés az, hogy ez mikor következik be. Hát ez szép. Tehát nem az a kérdés, hogy mikor sikerül a szúnyogból előállítani, a felszívott véréből megint nekem Tyrannosaurus Rexet, hanem hogy én azt mikor fogom megtenni, mert tulajdonképp megtehetném. Tehát ez a, hogy mondják ezt, ez a szenzáció, ha hajhász média, aki ilyen hülyeségeket ad az ember szájába. Hát vannak az újságírók, meg vannak a bulvár újságírók. A legszebb mondatot, hogy olvassam föl, mert csókoltatjuk az összes likvidgyártót innen is, tehát éppen ezért sokan illegálisan, akár otthoni sufnékban, tehát azért tudjuk már hova tenni a dolgot, tehát én jövő héten építem itthon a sufnit. Otthoni sufnékba kotyvasztják literszámra a nikotin koncentrátumot. Most szólok, hogy a likvid az nem koncentrátum, az hígítás egyébként, amelyet aztán legálisan értékesítenek az e-cigarettát forgalmazó boltokban, vagy az internetes webshopokban. De ők koncentrálják, akkor tulajdonképpen megveszik a 36-ost, és abból csinálnak 100-ost. És abból szugerálják, hogy sűrűsödjön. Hallod. De már a mondat elején megbukott a történet, hogy éppen ezért, hát, hogy így hol van az okokozati összefüggés? Mi van? Hogy van ez?
Miért csinál? Hát várjál, az éppen ezért az, hogy mint mondta, Észak-Amerikában az e-cigaretta készülékek terjedését az ország szövetségi hatóságai felügyelik, az utántöltő folyadékok készítését azonban már kevésbé ellenőrzik. Éppen ezért sokan illegálisan, akár otthon is úfnék bankot, kotyvasztják, amit aztán legálisan adnak el. Tehát én ezt most nem értem. Ha nem ellenőrzik. Illegálisan keverek, azt én legálisan eladhatom. Ha nem korlátozzák, nincs szabályozva, akkor miért? Hogy kevered illegálisan? Na mindegy, ez már lovagolás a szavakon. Az a baj, hogy ha végignézitek a cikket, akkor hát az a bulvár újságírás ne tovább. Tehát attól, hogy mondjuk az első 4 részre tudom bontani, az utolsóban el van rejtve éppen az Aher Gábor, amit mond, előtte van 3/4 résznyi írás, amiben azzal, hogy beleraknak 2-3 linket, adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.